Köszönöm szépen! Nélkülözhetetlenül fontos dolgokat mondott Bene Gábor, hiszen Halász Józsefhez hasonlóan és Budázi Gyurihoz hasonlóan tulajdonképpen ők hárman azok Magyarországon szerintem, legalábbis akiket leginkább ismerek, akik komoly vízióval, átfogó rendszerváltó gondolatkörrel és koncepcióval rendelkeznek, tehát ezt nyilván lehet csiszolni, még precízebbé tenni, még hatékonyabbá és még működőképesebbé, de ezen kell dolgoznunk. Mert teljesen világos, hogy ezt az egész rothadt rendszert le kell váltani. Úgy, hogy el kell takarítani, mondta, hogy most ezeket a romokat most takarítják el itt. A Fidesz autódafé romjait, ahol egy perc alatt iktatták be miniszterelnöknek Orbán Viktort. Milyen rendszer az, ahol nincs kormányprogram vitája? Még 2010-ben is részt vettük a kormányprogram vitájában, és bárhol ütköztettük nézeteinket. Egy közel több napos vitafolyam volt, ahol már akkor kiderült, hogy nagy baj lesz itt, de most már leegyszerűsítettek a rendszeren, saját maguk hoztak egy egypárti diktatórikus alkotmányt, és ennek keretében egyetlen egy perc alatt, egy gomnyomással, egy bemondó, még ezt is be kellett mondani, hogy igen, még ezt is vezényelni kellett a frakciójuknak, hogy tudják, hogy igennek kell szavazni a saját miniszterelnökükre. Hát egy ilyen rendszerben működünk. És egyébként megtudtuk Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédéből, hogy legalábbis én magamra nézve megtudtam, meg mindazok, akik olyan hasonló EU-nem feliratú ruhában vannak, mint a sokan itt kedves barátaim, hogy mi igenis szélsőségesek és veszélyesek vagyunk. Így fogalmazott a miniszterelnök úr. Ez a Nemzet Egyesítő Program. Köszönjük szépen! Igen, mi tudjuk, hogy mi vagyunk a közép, hiába beszél bárki középről, mi vagyunk a józan közép, a magyar út, és aki minket szélsőségesnek és veszélyesnek nevez, az tereli el a dolgot, az viszi félre a dolgok lényegét, mint ahogy egyébként kedves barátom és harcos társam, és ebben az ügyben, a május 6-i provokáció ügyében mellém álló kedves Morvai Krisztina is mondta, aki most nem lehet itt, de mindenkit szeretettel üdvözöl, ezúton is, általam is. Ő mesélte el, hogy ugye a palesztin nagykövet ott Brüsszelben kettő dologra figyelmeztettek. Két módszerük van az idegen szívűeknek, ugye ott Palesztinában a zsidóknak arra, hogy félrevigyék az önrendelkezési küzdelmet. Két eszközük. Egyik a provokáció, másik a mellékszára terelés. Hát láttuk, hogy működött május 6-án. Itt volt egy tiszta szívű, egész napos, ilyenhez hasonló, méltóságteljes, nyugodt, észérveken alapuló, egy szembesítő erejű, mozgós erejű tüntetés, ő pedig villámgyorsan egyetlen egy indulatos sercintésből kreáltak egy teljes összeesküvés elméletet, ahol végül is egy hazárulót az egekig magasztalnak. Hát ez az ő politikájuk, ez az ő rendszerük, ebből mi nem kérünk, és most már más idők jöttek el, ahogy Gyuri mondta, valóban a nemzeti ellenállás módszereit olyan szempontból új az időszak, hogy régi módszereket is alkalmazni kell, meg természetesen alkalmazni kell azokat a módszereket, amelyel az írek élnek, amelyel a baszkok élnek, amelyel a most jelenleg ilyen harcoló és élet-halál harcot vívó kelet-ukrajnai oroszok élnek, vagy pedig amivel az indiaiak éltek, vagy amivel a koszovóiak elérték az eredményt. Ezek mind-mind olyan küzdelmek, amelyek az önrendelkezésért folynak. Most pedig egy frissen érkező, egy olyan személynek szeretném átadni a színpadot, aki kivetően erre az alkalomra megfogalmazott, a magyar földvédelmére megfogalmazott kiáltványt fogja felolvasni, ismertetni velünk. Egy olyan kiváló harcos, aki már ezen a május 6-i tüntetésen is beszélt, a Fehér Szövetség elnöke, dr. Bor Ferenc, aki a föld harcosa, a földvédő mozgalom harcosa, mindenütt ott volt és ott van, ahol akciókra van szükség, ahol szembe kell menni a traktorokkal, ahol szembe kell menni az oligarchákkal, a külföldi földszerzőkkel, és most a Magyarok Világszövetségének székházából érkezik, ahol is született egy irat, egy kiáltvány, amit most ismerhetetni szeretne velünk. Fogadjuk szeretettel dr. Bor Ferencet, Székesfehérvárról, Székesfehérvárosból. Szeretettel köszöntök mindenkit, és avval kezdeném, hogy a szélsőségek a végeken élnek, nem tudom, tudjuk-e mely végeken. Tehát valahol még él az igazi magyarság, azt onnan kell újra visszaszereznünk ebben az országban, hogy újra úri szék legyen Magyarország, ahol önálló szék volt mindig és mindenkor Erdély,
amelynek önálló széke volt Székelyföld, és amelynek önálló széke volt minden egyes szék, mind a nyolc szék, az ő fiú és leány székeivel együtt. Na ez a mellérendelés. Ha ilyen antipártot építünk, abban egyetértek, de én a pártokban nem hiszek. Én egy olyan szövetségben hiszek, amit még az alkotmányos időszakban alapított ez a magyar nemzet. Ezt úgy hívják, hogy Magyarok Világszövetsége. Nem tudom, ennél van-e még nagyobb szervezet, amit meg kell tisztítanunk és fel kell töltenünk újra tartalommal. Mert a Marsot vagy a Holdat és még a Jupitert is vegyük-e bele? Vagy mi a Magyarok Világszövetsége? A magyar nemzet világméretű összefogásának szövetsége, amely még alkotmányos időszakban született. Ma egy küldött értekezlet zajlott, ahol egy nagyon rövid és velős üzenetet fogadott el a küldött értekezlet. A Magyarok Világszövetsége 2014. május 10-i küldött értekezletének nyilatkozata. A Magyarok 8. világkongresszusa rámutatott arra, hogy amennyiben nem tudjuk megvédeni legnagyobb nemzeti kincsünket, a magyar földet, akkor fennáll annak a veszélye, hogy népünk földön futóvá válik a saját országában. Az EU csatlakozási szerződésben alkalmazott kettős mércével, a földtulajdon viszonyok egyenlőtlen szerződési feltételeivel ez a veszély fennáll. Így megkérdőjeleződik az EU tagságunk értelme. Az MVS fővárosi szervezetének tisztviselője, dr. Galódi Nagy Tamás által a parlament előtt május 6-án a termőföld védelmében rendezett nyomásgyakorló tüntetés céljaival a Világszövetség határozottan egyetért. Egyben elfogadhatatlannak tartja, hogy a hivatalos politika és a tömegtájékoztatás reakciói éppen erről a végső sorskérdésünkről tereli el a közvélemény figyelmét. Az MVS szerint Pásztor István, a délvidéki testvéreink vezetője nem képviseli megfelelően az ottani magyarság érdekeit, mivel elárulta az általa képviseltek legitim autonómia törekvéseit. Ezért a tüntetés idején őt ért az MVS által sem díjazott sérelme a saját politikájának következménye. Ugyanakkor az MVS felháborítónak tartja, hogy ennél sokkal súlyosabb ügyek fölött a hírközlés szemet húj, mint például a devizaöngyilkosságok sorozata, a szocliberális tüntetésen az operába igyekvő Szent Mihály Szabó Péter és felesége súlyos testi sértése, és az MVS elnöke életének sorozatos fenyegettetése. Mi azt tartjuk helyesnek, ha a mesterséges hisztéria és botránykeltés helyett a legfontosabb sorskérdésekről folyik a vita és a közbeszéd. Ez pedig a magyar föld, a haza nem eladó, a magyarok székházai nem eladók, az országház nem eladó, és a magyar nemzet soha nem eladó, márpedig ma, ha megnézitek, még a magyar ember is árul lett. Isten hozott benneteket, és Isten vigyen benneteket, hogy fogjunk össze a székektől kezdve, a végektől kezdve, az összes szélsőségessel. Mert a nemzetvédelme ma nem szalonképes. Köszönjük szépen ezt a szolidáris üzenetet. Sokkal jobban esett volna, és az ügynek is sokkal jobban tett volna, sokkal több ilyen üzenet születik meg az elmúlt napokban. De ahogy a klasszikus mondás mondja, tényleg előbb-utóbb a szar elválik a víztől, és ki fog derülni, hogy ki hol áll. Van itt egy kedves hölgy közöttünk, aki nagyon dühös. Nagyon dühös, őnek is indulatai vannak. Megkért engem, hogy biztosítsak lehetőséget arra, hogy ezt most vezesse le. Nem tudom, hogy mi fog történni, én mindesetre a lehetőséget szeretném biztosítani neki, talán hallja itt mögöttem áll, hallja a hangomat, kérem őt, hogy akkor egy percben jöjjön föl a színpadra, és mondja el, hogy miért dühös. Itt lehet legkezdeni. Hozzuk ki Orbánt, hogy legyen felszre. Szervusztok! Találtam itt két táblát, nem tudom nektek mi a jó Isten a véleményetek erről a két tábláról. Új! Mi a nagyobb bűn? Valakit leköpni,
szándéka kiirtani Magyarország lakosságát? Lehet-e megengednünk azt, hogy jogvédőket lábbal tiporjanak, terroristának tartsanak? Lehet? Nem. Akkor velük vagytok? Segítetek nekik? Ki szavazott a Fideszre? Magyarország 29%-a! Én nem! Én sem! Hát igen, sok indulatos ember van ebben az országban, és sok minden történhet még. Megmondom nektek most, hogy pontosan mi fog történni az elkövetkező napokban. Szeretnék mindenkit emlékeztetni. Elsősorban az országgyűlési képviselőket arra, mind a 199-et, hogy a május 6-án elfogadott petíciónkban világosan meghatároztuk a határidőket és feladatokat. A határidő 2014. május 22. A feladat 3-as feladat. Ebből a háromból tulajdonképpen másfél már teljesült. Részben, mert begyújtották már. Mi is teljesült és mi a feladat? 1. Alaptörvény módosítás, amelynek 2 dolgot kell tartalmaznia. A külföldiek termőföldszerzésének tilalmát, másrészt az Európai Uniós tagság megszüntetésén szükséges népszavazás feltételeinek azonnali megteremtését. És nem akármilyen feltételekkel, olyan feltételekkel, ahogy azt annak idején megtartották a hazug, tisztességtelen népszavazás során, akkor csak a kimaradás előnyeiről, a kimaradás hátrányairól és a belépés előnyeiről beszéltek, de fordítva egy szót sem engedtek. Aztán volt mégis 600 ezer ember, aki nemmel szavazott. De ez kevés volt. Második, törvény javaslat benyújtása a hazáruló földtörvény hatályon kívül helyezésére. A hazáruló földtörvény alkalmazásáig a korábbi földforgalmazási rendszer fenntartása és előirányzása annak, hogy egy nemzeti érdek alapú földtörvény és üzemszervezési törvény kell egy időben elfogadást nyerjen. Illetve addig, amíg ez meg nem születik, egyetlen egy külföldi tulajdon megszerzésére irányuló szerződés sem lehet a földhivatalnál beegyeztetni. Teljes körű moratórium a külföldiek tulajdonszerzésére. Harmadik, olyan országgyűlési határozat elfogadása, amely a magyar kormányt arra kötelezi, ahogy már itt elhangzott, és ahogy ezt megtettük a másik oldalról, a Európai Bizottság felé intézett ultimátumban, mind a kettőjüknek az a kötelezettsége, mind a bizottságnak, mind a kormánynak, hogy haladéktól kezdjék el a tárgyalásokat az uniós csatlakozás tisztességtelen, nemzeti érdeket sértő feltételeinek felülvizsgálata érdekében, különös tekintettel a termőföld tőkejavak szabad áramlásából történő kivétele érdekében. Ezek a követeléseink, tehát ahogy mondom, összesen háromból másfelet gyújtottak be, benyújtásra került egy alaptörvénymódosítás a külföldiek tulajdonszerzésének tilalmára, benyújtásra került egy országgyűlési határozat az Európai Uniós csatlakozási szerződés felülvizsgálatára vonatkozó felhívással. Azonban törvényjavaslat helyett egy országgyűlési határozati javaslat került benyújtásra, amely éppenséggel a hazárulásban a legfőbb szerepet játszó vidékfejlesztési minisztert hívja fel arra, hogy ő maga vonja vissza ezt a hazáruló földtörvényt és terjesszen be egy új javaslatot. Hát erre az a mondásom, hogy kecskére bízni a káposztát nem egy jó dolog. Nem vezet eredményre. Tehát az a kérésünk mindenkihez, hogy a hiányzó láncszemeket, tehát a törvényjavaslatot, illetve az alaptörvény módosítás az EU csatlakozási népszavazás érdekében május 22-ig nyújtsák be a képviselők, működjenek közben annak érdekében, hogy az mielőbb megtárgyalásra kerülhessen, vegyenek alkotó módon részt a vitában, és ennek következtében hozzák is meg a zárószavazás során ezt támogató döntésüket. Ennek nyomatékosítására itt a Kossuth téren most előre láthatóan még nem lesz olyan központi újabb tüntetés, mint a mostaniak, viszont vidéken elkezdődnek akciók, földvédi akciók,
senki nem tudhatja majd, egyetlen külföldi és oligarha sem, hogy mikor csaptak le a földvédők. Egyetlen egy földügyletben, hazárulásban segítkező élenjáró személy nem tudhatja azt, hogy mikor fogják számon kérni az elkövetkezendő időkben. Tehát érdemes lesz igyekezni. Majd pedig, miután a határidő lejár, lesz egy szembesítő, elszámoltató nagygyűlés itt május 26-án. Tehát május 26-án hétfőn a plenáris üléssel egyidejűleg 13 órakor kezdődik a plenáris ülés. Főszemmel szerint akkor a tervezzük meg, de könnyen lehet, hogy majd érdemben később fog elkezdődni, mindenki megfelelő időben híreket kap. Van most még két napirendi pontunk, amit szeretnék teljesíteni. Van két harcos társam, akikkel már ez 2003-ban is együtt küzdöttem az uniós csatlakozás ellen, leírtuk, elmondtuk érveinket, amelyek akkor nem kerültek teljes körűen meghallgatásra, a félrevezetett, megtévesztett emberek sajnos bedőltek a megtévesztésnek, a bécsi cukrászdának, a 10 év alatt kiegyenlített életszínvonalnak és minden olyan egyéb briogatásnak. Most mondta el itt Semmény Zsolt, a miniszterelnök helyettes ma, hogy akik azt akarják, hogy lépjen ki Magyarország az Európai Unióból, az gondolva Ukrajna felé, a senki földjére akarják vezélni Magyarországot. Pedig világosan leírtuk, hogy az európai gazdasági térség tagjaként akár, úgy mint Norvégia vagy Svájc, igenis lehet egy olyan státuszt elérni Magyarországnak, mert rendelkezik olyan erőforrásokkal, kincsekkel, amelyel keleti partnereivel kiépített erős gazdasággal, egy stabil Oroszországgal kialakított jó gazdasági politikai viszonnyal, igenis Magyarország jövője biztosítása kerülhet. Az oroszokkal igenis újra kell értékelni viszonyunkat, és ennek szellemében tartottuk meg március 28-án Kárpátalja visszatérésért, visszacsatolásait szervezett tüntetésünket, amelyet követően, ahol elfogadtuk egy petíciót, amelynek egyik legfőbb követelése az volt, hogy azonnal hívassa össze a magyar kormány az ENSZ biztonsági tanácsát, annak érdekében, hogy Kárpátalján nemzetközi felügyelet mellett és békefenntartók felügyelete mellett a kárpátaljai magyarok és a velük együtt élő ruszinok, akik nagyon szeretnek minket és a Szent Korona országához szeretnének visszacsatolódni, tartassanak népszavazást, majd pedig ennek követően, ezt követően Kárpátalja térjen vissza Magyarországra. Ezt az álláspontot támogattuk ott, mert Krím az oroszoké, Kárpátalja a magyaroké! Ezt mondtam el, ahogy ott ígértem az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén. Ez hatalmas, pozitív visszhangot váltott ki szerte Oroszországban. Ezt zengték az orosz híradók, az orosz tömegtájékoztatási eszközök. Nem arról beszéltek, hogy én nem tudom, hogyan tiltakoztam az ellen, amikor megvonták a szót tőlem, hanem a lényegről beszéltek. És nagyon meghallották ezt a szolidaritást. És egy újabb szolidaritást szeretnénk most tenni. Erről beszél most nektek egyik harcostársam. Nagyon sokat küzdött, most is itt, és küzd velünk együtt ezeknek a rendezvényeknek a sikereért. Ezúttal is köszönöm neki. Hallgassátok szeretettel dr. Fóri Zsesztert.